Szeretettel köszöntelek nálunk a stúdióba, és nem egyedül jöttél, látom, hogy a férjed is itt van. Örvendek, hogy ketten jöttetek. Szeretettel köszöntjük a nézőket. Az előbb is a közösségekről, a magányról és az elszigetelődés viszonyáról próbáltunk beszélni. Nálatok ez hogy megy? Nagy család vagytok, sok közösségbe jártok, emellett még különböző feladataitok is vannak, munkára értem, illetve az otthoni teendőkre. És hogyan tudjátok azt a határt megtalálni, hogy mindenki megkapja a saját maga idejét, értékes idejét? Hát ez pont ma reggel újra felvetődött, és egy nagy családban, vagyis hát egy családban szerintem mindig kérdés. Hát az egyik gyermekünk a négyből kicsit rosszul érezte magát, de aztán mondta, hogy mama, az interjú fontos, úgyhogy menjél. És hát sietek hozzá vissza, de úgy tűnt, hogy igazából csak egy kis iskola fáradtsága van. Nagyon nehéz, én ezért sokat imádkozom, hogy össze lehessen egyeztetni, ugye négy gyerkőccel eleve elkészülni reggel elég hosszú idő, és azt gondolom, hogy ha kitartok abban, hogy rendszeresen imádkozom értük, vagy magunkért, a családunkért, akkor valahogy úgy elrendeződnek a dolgok kisebb-nagyobb buktatókkal. Igen, ez egy fejlődés volt a családunkban, hogy mennyire szigorúan tartsuk be az eltervezett programokat, a napi rendet, mert azért ez nagyon fontos, hogy a tervezettség az minden előtt kell, hogy álljon. De mostanra a negyedik gyermekünk megtanított azért arra, hogy a szigorúság és a szeretet azt hogyan lehet összeegyeztetni. És hogy találtátok meg az egyensúlyt a szigorúság és a szeretet között? Hát pont úgy, hogy elmondjuk nekik előre, hogy milyen programokat szeretnénk, és hogy ők, nekik is szükség van az együttműködésükre, viszont amikor valami közbe jön és nem tud ez megvalósulni, akkor nem a tűzzel vassal átütjük a programot, meg a kezdési időpontot, hanem próbálunk egymásra figyelni, és akkor hát csak egy egyszerű elindulás, amikor jön egy esős idő, mindenkinek az esőkabátját megtalálni, meg hirtelen átállni a nyári öltözetről. És biztos arra jutott eszedbe, hogy kopog a mennyezeten az eső, úgyhogy innen egy kis időjárás jelentést is adunk, hogy tudjuk, mi zajlik odakint. Igen. Úgyhogy a tervezettség az egy nagyon fontos az egészben. Hogy zajlik nálatok egy átlagos nap? 6 ember, gondolom, nem együtt kell. Hát majdnem együtt kelünk egyébként. Most ment a harmadik kisfiunk iskolába, és akkor ugye a két bátyjával indul, és Hannácska a negyedik gyermek, ő is valahogy így fölébred aztán itt ezekre a mozgolódásokra nagy lassan, és hamarosan utána ő is elmegy óviba, nem sokkal. És az a szerencse, hogy olyan városban élünk, Pilis Csabán, ahol az iskola nem csak autóval érhető el, hanem bringázhatnak, meg gyalogolhatnak, mondjuk esőben kevésbé szoktuk őket így elengedni. Úgyhogy most reggelente én vagy Dávid kíséri őket suliba, és akkor nagyon büszkén megy be az első osztályba, viszi a táskáját, alig bírja el. És arra törekszem, hogy mindegyik őkkel tudjunk tölteni egy olyan egy-két órát a héten, amikor csak őre figyelünk délután, tehát úgy alakítjuk ki a külön óráikat, hogy ne legyen sok, inkább csak sport, vagy maximum zene, és mindegyik ők egy délutánt otthon tudjon lenni velem, vagy ha úgy alakul, akkor Dávidtal, amikor a leckén túl van, amit egy kicsit így a lelki életéről is tudunk beszélgetni. És hát persze vannak a dolgozós napok, ilyen a mai nap is, amikor mindegyik őjük benn marad napköziben, vagy ott alvós lesz a Zoviban Hanna, és aztán este meg nagyon fontos tartani azt a, ezen szokott persze a vita lenni, akár Dáviddal is, mert ő is egyetért, csak ugye olyan könnyű elcsúszni ilyenkor abban, hogy akkor 6-kor kezdjük a vacsit ahhoz, hogy még minden bepakolva, minden kirakva, minden plusz papír és társai meglegyenek másnapra. És hogy ők is megtanulják azt, hogy jobb, ha rend van a szobájukban. Úgyhogy most pont bevezettünk egy ilyen kis bödönt, az olajfiúk bödönjét, és hogyha valami nagy haragoskodás, vagy nagy vita, vagy égve hagyott villany van, akkor saját belátásukra támaszkodva, tehát nem kényszer, de nagyon javasolt oda bedobni 100-ast, amit majd aztán közösen valami jóra fogunk elkölteni. És ezt Dávidtól tanultam, és ezt nagyon szeretem, hogy a szigorhoz, meg
a fegyelemhez, meg a napirendhez mindig, ha hozzácsatolunk egy kellemes, egy jutalomszerű dolgot, hogy megnézzünk együtt egy mesét, vagy nem tudom, valami finom vacsora lesz, valami különlegesen finom, amit ők szeretnek, akkor szívesebben csinálják meg a kötelességet is, úgyhogy ezt mindig próbálok becsempészni valami jót, amit várnak és örülnek. És említetted még a lelki életre való odafigyelést vagy a nevelést is. Azon kívül, hogy Szentmisére jártok, otthon a kis családi közösségetekbe ez az Isten szeretet hogyan jelenik még meg? Nagyon hangsúlyos része a napunknak az esti ima, ami általában azért fél óráig is el szokott tartani, tehát ezért is fontos elkezdenünk az estét már 6 órakor vacsorával, és aztán utána jön az esti ima, amiben végigtekintünk a napunkon, elmondjuk a lelki örökbefogadás imáját is, ami Pilis Csabán rettentően erős, egy nagy lelki örökbefogadó közösség létezik. És amikor elmondtuk ezt az egy tized rózsafüzért, és a meg nem született kisbabáért az imát, akkor utána mindenki magába tekint, elmondja, hogy miben érzi esetleg hibásnak magát, mivel bántotta meg a másikat, és akkor Jézus nevében bocsánatot kérünk egymástól, és hálát adunk a napnak azokért a részeért, amikor meg nagyon jót játszottunk, tegnap egy jót kanasztáztunk, és akkor mindenki elmondja, hogy mi volt számára különlegesen jó. Bocsánat, itt hadd ragadjam meg egy kicsit kitekintve a nagy családos létből, de abszolút kapcsolódóan, hogy a mi gyerekeink sajnos vagy szerencsére ugye rajtunk keresztül belenőttek az életvédelembe. Tehát egyszerűen az, hogy lehetnek veszélyben kisbabák, meg családok, meg hogy a válásnak mondjuk a belső, nem traktáljuk őket ezzel, de akár ott a környezetükben is sajnos most zajlott ilyen. És pont mikor is sietünk ide a stúdióba, akkor kaptam egy telefont, és egy óriási szervezkedés kezdődött, hogy egy édesanyja többedik gyermekét készül most délelőtt elvetetni, mert olyan családi helyzet alakult ki otthon a férjével, hogy nem tudja megtartani. És hát nagyon sokakat fölhívtunk, és most már nagy imádság kezdődött, és még az is lehet, hogy csoda történik, úgyhogy én itt a tévén keresztül is szeretném a kedves tévénézőket arra kérni, hogy ha tehetik, mondjanak el egy fohászt, vagy még többet ezért az édesanyjáért, mert én valahogy hiszem, hogy ezzel megtörténhet a csoda. Tehát akkor arra kérjük a nézőket, hogy imádkozzanak. De hogyha ti ezt megbeszélitek a gyerekekkel, ez nem egy olyan komoly téma, ami mondjuk nem olyan kis gyerekekre tartozik, amit az előbb láttak a nézők, a Nagy Család Kis Közösség című műsorunkból láthattak márciusi részleteket. Tehát, hogy azért látják a nézők, hogy nem olyan idősek a gyerekek, ez nem túl komoly téma nekik, nem túl feldolgozhatatlan. Nem szoktunk az abortuszról velük beszélgetni, bár azért a nagyobbak most már felvilágosító előadáson, tehát konkrétan a cikluson fognak részt venni, ugye, ami a keresztény alapú felvilágosító program. Tehát ők ezt szerintem már érintheti is, és azt szerintem mindannyian tudjuk, vagy egyetértünk, hogy nagyon sokan a mai fiatalok közül azért idegenednek el a valós segítségnyújtástól, vagy egyáltalán attól, hogy kezükbe vegyék a sorsukat, mert egyszerűen féltjük őket a halál gondolatától, féltjük őket az élet mélységeitől, amik itt vannak körülöttünk, mert napi 100 abortuszt azt valamilyen anyuka csinálja a kórházban, mármint hogy ő dönt mellette, meg az édesapa. És azt gondolom, hogy ezeket valamilyen finom formában meg kell, hogy ismerjék, hogy ne felnőtt korukban egy nagy pofonként, akár a saját sorsukon keresztül találkozzanak ezzel. Tehát mi azért szoktunk imádkozni, hogy minden kisbaba egy boldog, szeretetteli családba szülessen, ezt szoktuk így beszélni, és nem a rém oldalait, de azt szerintem fontos tudniuk, hogy sajnos nem mindenki él olyan jó lelki és akár anyagi környezetben, mint ők. Igen, és ahogy tapasztaljuk azt, hogy a mesekönyvekben tapasztaljuk azt, hogy a mesekönyvekben pedig elindult már az ellenoldal, és sok olyan mese jelenik meg, amikor pont, hogy nem az apa, anya és egy gyerek családmodellt jelenítik meg, ezért fontosnak érezzük azt, hogy mi viszont képviseljük azt, hogy igenis mennyire jó az, hogyha az apa és az anya szeretetéből megszületnek ugye a gyermekek és a családok.
De valószínű azért léteznek ezek a mesék, mert létezik az a család is, akinek szól. Tehát, hogy ott is a gyermeknek segít ezt feldolgozni, hogy ő arról nem tehet, hogyha a szülei külön váltak, vagy ne adj Isten, az egyik elhunyt. Tehát, hogy azért erről is kell, de játékos formában beszélni. Igen, én azt gondolom, hogy ma, amikor annyi idézőben matrix vagy mozaik család van, hogy tényleg egyre kevesebb a hagyományos édesanya, édesapa és gyerekek család, kell, hogy ezek a pici gyerekek is valahogyan meg tudják oldani ezt az óriási fájdalmat és hasadást az életükben, hogy az ő szüleik látszólag vagy valójában már nem szeretik egymást. És ehhez kell a Jóisten irgalmáról beszélni, és azt, hogy minden szenvedés, meg ugye régen a nagyszüleink hogy tudtak hinni a háború közepette, és szülték a gyerekeket, hogy igenis, szerintem pont azt kell megmutatni, és ezzel kapcsolatban egy másik imádságról is nagyon röviden egy mondatban szeretnék beszélni. Nagyon mélyen, és most már 6 éve csatlakozom az Édesanyák Imái Mozgalomhoz, ahol édesanyák kis csoportokban összegyűlnek házaknál, egymásnál, és egy kis ima füzetet, amit az angol alapító asszony írt a Szentlélek sugallatára, elimádkozzák minden héten egy adott időpontban a gyermekeikért, és nagyon-nagyon sok szép tanúságtétel van arról, hogy mennyire az ima burkába tudjuk helyezni a gyermekeinket, és hogy tényleg bármi éri is őket, valahogy ott lesz alattuk a szűzanya megtartó keze. Úgyhogy az édesanyákimái.hu honlapon esetleg lehet tájékozódni arról, hogy lehet ehhez csatlakozni, egyre több ilyen kis csoport van, és azt gondolom, hogy ez minden anyának ez a heti 1 óra, vagy inkább 50 perc, ez magának is felüdülés, és a családjának meg egy nagyon nagy megtartó erő. Most a Szent Mónika, illetve Szent Kinga közösség jutott erről eszembe, hogy ők is ugyanezért imádkoznak. Igen. Van valami közel kettőhez, vagy azért jó, hogy minél több mozgalom imádkozik azért, hogy minél több boldogabb család legyen? Ők másképp csinálják, ők havonta találkoznak és templomban, és más imád mondanak. Ugyanaz a célja, szerintem ugyanolyan fontos, minél több, akit amelyik mód megszólít, ahhoz csatlakozzon, csak ne üljön tétlenül és nézze végig azt, hogy darálja le az új világ a gyerekeinket, mert hogy igenis nagyon, nagyon nehéz körülmények közé nőnek föl szerintem a gyerekeink. És nálatok az egész családi életetek, illetve a munkátok is, a hivatásotok is egy tanúságtétel. Mennyire illeszkedik ez, hogy mennyire tudatos az a jelmondat iránti érdeklődésetek, hogy a hit nem magánügy? Hát én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy mi is minél többször gondolkodjunk el ezen, és ne legyünk szégyellősek, és minél több emberben ültessük el annak a csíráját, hogy ez tényleg nem magánügy, és hogy ne higgyünk azoknak a világi profétáknak, akik azt mondják, hogy a jövő az privát, és minden privát, és az adataim is, és semmi közünk egymáshoz, mert ugye ez az elszigetelődés, és végül is egy ilyen lemondásnak az útja. Tehát a hit az nem magánügy. Éppen tegnap néztem meg Szent Ferencről egy filmet, hogy mennyire a megbotránkoztatásig szinte elment abban, hogy felrázza azokat, akik azt hiszik, hogy igen, mélyen hívők és járnak templomba, de például nem szólítja őket meg semmi, amikor valóban az evangéliumért kellene tenni. És nem ostorozás jelleggel, de azt gondolom, hogy ha tudunk osztozni a hit örömében egymással, akkor valójában egy picit megvalósul a Földön, a mennyország. És Levi, te hogy viszonyulsz ehhez? Vagy osztjátok a véleményt? Igen, nekem nagyon csodálatos érzés az, hogy Pilis Csabán ezt a lelki adoptálásos közösséget létre tudtuk hívni, és ezen túlmenően is az, hogy hetente összejárunk édesapák egy rózsafüzért imádkozni, csütörtökön esténként, ez is azt jelenti számomra, hogy mindenkiben benne van az az igény, hogy imádkozzunk a családokért, imádkozzunk az életért, és ebben kívülről ugye látják a többiek, hogy ez számunkra egy abszolút élő
és hogyha volt krízis helyzet ebben a közösségben, akkor arra is egy nagyon életbevágó megtapasztalás, hogy ez működik, és hogy van odafönt valaki, akihez szólunk, akit megszólítunk, és ő figyel ránk. És erre vonatkozik a Kezd el ma felszólítás, és amit látom, hogy tartasz egy ideje a kezedben. Igen, ezt a mottót találtuk ki arra, hogy a lelki adoptálást azt Magyarországon sokáig Gyümölcsoltó Boldogasszony napján kezdték el, és mi ezt szeretnénk kiszélesíteni, mert álláspontunk szerint nem csak március 25-én fogadnak meg gyermekek Magyarországon, és ezért kitaláltuk azt, hogy milyen jó, hogyha azzal szólítjuk meg az embereket, hogy kezd el ma, és a lelkiadoptálás.hu-n minden segítséget megadunk arra, hogyha valaki úgy érzi, hogy akár ma, akár most szeretne csatlakozni ehhez a mozgalomhoz, aminek a szülő otthona a József Szövetség, és arra hívunk mindenkit az ország területéről, hogy imádkozzunk együtt, és ez is egy óriási közösségé tud kinőni. Látom, hogy valamit még szeretném. Még egy lezáró mondata, hogy így említetted a tanúságtételt, és a hit nem magánügy, hogy az én tanúságtételem a családalapításom előtti abortuszról szólt, amelyre Puskás Antal atyával, akit a nézők jól ismernek, és Dávid meg én segítségemmel szoktunk teljesen bizalmas légkörben egy lelki gyakorlatot szervezni, ahol gyakorlatilag tényleg csodaszerű gyógyulások történnek. Ennek az a neve, hogy Ráhel szőrös kertje, az Ószövetségi Ráhel után, és ez most újra lesz november 8 és 10-e között Tapolcán, úgyhogy az abortusz.hu vagy a ráhelszőröskertje.hu honlapon lehet érdeklődni, hogyha valaki ebből szeretne gyógyulni, hogy aztán megújult lélekkel vethesse magát bele a hitébe. Rendben van, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm.